Az alábbi videón két férfi egy félhomályos parkolóházban néhány perc alatt feltör, majd beindít egy zsippet. A jelenet bár nem valódi autólópás, pusztán figyelemfelkeltő demonstráció, nagyon elgondolkodható. Azonban nem mindig ilyen elegáns módszerrel követik el a bűncselek, mint Június elején Kecskeméten egy 22 éves férfi két hét alatt kilenc autót tört fel, hogy a járművekből egészségügyi doboz szeszes italt, apró pénz vagy rádiós magnót vigyen magával. Hasonló eset Nyíregyházán is volt tavaly decemberben. Akkor az elkövető egy belvárosi háztömb tört fel kilenc gépkocsit a megfigyelések szerint este 10 és hajnali 5 óra között. A statisztikák szerint nyáron még gyakoribbak az autólopások és feltörések, pedig minimális szabályok betartásával jelentősen csökkenthető a bűncselekmény esélye. Mielőtt a gépkocsit elhagyná, győződjön meg arról, hogy fel vannak-e az ablakai, valóban bezárta-e annak az ajtójait, az utastérben nem maradjon semmiféle érték, azt helyezze mondjuk a csomagtartóban, tehát semmi hivalkodó dolog. Ha megnyomja a központi zárat, megnyomja a riasztót, azért érdemes még megnézni, valóban bezárta-e egyáltalán a gépkocsit, illetve nyilván itt a parkolásnak a körülményei is meghatározóak lehetnek. Egy mód van rá, akkor kivilágított helyen, jól látható módon, érzékelhető helyen hagyják hátra a gépkocsit, hogy minél kevésbé legyen csalogató az elkövetők számára. Nyáron a jó időben köszöntével a biciklik is előkerülnek, rövidebb-hosszabb távokra egyaránt szívesen használják közlekedési eszközként. Ezzel párhuzamosan a kerékpárlopások száma is megnő. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne csak a kerékpárra áldozzon, hanem mondjuk a kerékpár biztonsági eszközeire, gondolok itt a lakatra, vagy más zárakra, hogy arra is igenis szenteljék rá azt az összeget, amit kell, hogy biztonságban legyen a kerékpár. Szintén nagyon fontos, hogy valamilyen tárgyhoz rögzítsék a kerékpárt. Mielőtt magára hagynák a kerékpárt, és ha van rajta mondjuk kerékpár kosár vagy csomagtartó, akkor nézzék meg, hogy nincs benne valamilyen érték, tárca, bármi, hogy ne tűnjen el a későbbiekben. A érdemes egyébként a követően a kerékpárnak a egyedi azonosításra alkalmas egyet fejezni, gondolok itt a vászszámra, a színére, a típusára. Ezen adatok rögzítésére szolgál a Bike Safe program, melynek rendszerében a rendőrség rendezvényein ingyenesen regisztráltathatjuk a két kerekünket. A szakemberek szerint nagyon fontos, hogyha megtörténik a baj, mi hamarabb tegyünk bejelentést a rendőrségen. Nem csak a bicikli értéke miatt, hanem mert aki kerékpátlop, az általában sorozat jelleggel követi el a bűncselekményt. Ennek felszámolásához pedig mindenkinek bejelentést kell tenni a rendőrségen a lopás tényéről.